A Beregi térség fiatal politikai aktivistáival telt meg a Vásárosnaményi Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola aulája. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség nyári táborának megnyitó eseményére érkezett a hallgatóság. A szervezet elnökségének nem véletlen esett a választás a Vásárosnaményra. Ez volt az a régió ugyanis, amelyet a legnagyobb összefogás jellemzett az utóbbi fél évben. Minden olyan közösségképző szervezet, amely a fiatalokat összefogja érték alapon, megszervezi, nagyon fontos szerepet lát el. Az X-nek már hagyományosan országos kitekintésű tábora van a megyében évek óta. Nagyon örömmel fogadjuk őket, hiszen tartalmas programot szerveznek nekik, mind szabadidős, mind pedig politikai tartalmú programot, hiszen egy politikai közösségről van szó. Kis András az X alelnöke köszönetét fejezte ki azoknak, akik a határmenti településeken megfeszített munkával segítették a menekültek ellátását. Mi, akik itt élünk, érezzük a mindennapjainkon azt a helyzetet, azt a magából kifordult időt, amit megéltünk az elmúlt hónapokban mindannyian. És egyikünk napi rendjében se volt benne a segítségponton való szolgálat, vagy a határon való helytállás, de mindannyiunk napját, mindannyiunk óráit, akár az adománygyűjtés, akár a segítségpontokon való helytállás átírta. Nacsa Lőrinc, a szövetség elnöke kifejtette, az ország a háború következményei miatt komoly kihívások elé néz, ezért az eddiginél is komolyabb összefogásra van szükség. A környébeli fiatalok kivették a részüket a Ukrajnából érkező menekültek ellátásában is, és én azt gondolom, hogy mindenki a saját helyén dolgozzon, bár önkormányzatnál, civil szervezetnél, fiatal vállalkozóként, egy vállalkozásban vagy akár a megyeszékhelyen hozzá tud járulni ahhoz, hogy a következő nehéz időszakot közösen át tudjuk vészelni a munkájával, a tevékenységével, nem csak a munka világában, hanem a civil szervezet és a politika világában is. A táborhoz kapcsolódóan Gergely Ugornyán rendezték meg hétvégén a Bergen-Gócia Fesztivált, ahol különböző kulturális eseményekkel és koncertekkel várták a látogatókat.